Üdvözlet mindenkinek a mai videóban a Pikó 2022-es újdonságkatalógusát fogom végig szemezgetni, hogy milyen számomra érdekes magyar vonatkozású modelleket jelentett be a gyártó a jövő évre. Először is kezdjük szerintem az egyik legnagyobb meglepetéssel, mégpedig a Nohabbal. Negyedik korszakos kivitelre ígéri a gyártó. A 17-es pályaszáma mozdony vörös csillagos kiadásban a klasszikus narancs festéssel található a képen, így valószínűleg ez lesz megjelentetve, 200 eurós árat az analóg verzióra a Piko és 2023 éveleje található a honlapjukon a mozdony megjelenési dátumaként. Kicsit csalóka a katalógusokban 2022. harmadik negyedév van, de ez szerintem nem igazán lesz tartható, tekintve arra, hogy ez egy teljesen új mozdony lesz nulláról kifejlesztve. Hát egy biztos jól odavágott ezzel a konkurenciának, ugye a rokónak, illetve az NMJ-nek. Ugye a rokóból nagyon régen nem láthattunk már nohabot, illetve ugye az NMJ-ből pedig eléggé hektikus a gyártás, tehát valamikor van, valamikor nincs, ott elég sok mozdony megjelent, viszont messze nem olyan stabil a gyártásuk, az alkatrész ellátásról pedig ne is beszéljünk, hogy, hogy mennyire gyenge, úgyhogy egy érdekes kis szín színfolt lesz ez a Pico Nohavitta jövő évi újdonságok között. Expert kiadású lesz a mozdony, ahogy így elnéztem. Kicsit tovább görgetve pedig feltűnik egy nagyon érdekes mozdony, a Gyesev Ludmilla, a 01-es pályaszámú van a képen. Hát a Rokó ígérte ezt a mozdonyt az idei évre, de nem lett belőle semmi, csúszott, és hát gondolom ennek okán a Pico meglovagolta ezt a dolgot, és bejelentette, hogy bizony ő is kihozza ezt a festési variációt. Én el tudom képzelni azt is, hogy még képesek ugyanazt a pályaszámot is kiadni, meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle. Viszont 165 euróért egy nagyon-nagyon korrektárnak tartom ezt a, ezt a kis gépet. Rögtön a Gyesev Ludmilla mellett ott található szerintem az egyik legjobban kívánt dolog, az M62-es szergei startos 6. korszakos kivitelbe, úgy erről a mozdonyról a kihagyott zicseres videóban is beszéltem, hogy hát igazán kihozhatna valaki egy startos 6. korszakos Szergejt, hát itt most úgy néz ki, hogy meg fog történni a csoda, és végre kapni fogunk a sok vörös csillagos, illetve 5. korszakos modell mellé egy, éppen aktuális festési variánsú, startos szergeit is. Ugye a szokásos Pico expert minőségben ezt már szerintem nem kell senkinek se bemutatni személykocsi fronton a Pico úgy néz ki, hogy folytatja a sort, és egy újabb számos másodosztályú BO vagy BMO vagonnal fog előrukkulni. 2022. harmadik negyedik évére ígéri ezt a kocsit, és hát így a képeken negyedik korszakosnak van feltüntetve, meglátjuk, hogy ő majd megint csak egy BMO lesz, vagy már negyedik korszakos, de már BO sorozatjelű kocsi. Emellett nagy örömömre szolgál, hogy végre ott található a katalógusban a lengyel kocsiknak az első osztályú kivitele, az AU kocsi is, negyedik korszakos kivitelbe, ugye ez is egy hatalmas nagy hiányzó modell volt eddig, ezekből a kocsikból ugye az NMI adott ki, de ő hatodik korszakosat csak, úgyhogy mindenképpen nagyon jó, hogy akkor így ezzel a két új kocsival együtt, már lesz egy három kocsis szerelvén lesz majd a birtokunkba, őt is harmadik negyedévre évre ígéri a gyártó. Teherkocsi fronton egy ötödik korszakos MÁV tartályvagont fogunk kapni, illetve egy hatodik korszakos EAS kocsit, ilyen kis bordázott oldalfalral és három darab ajtóval. Ezek mellett, ami még érdekesség, és ugye nem feltétlenül mávos, illetve gyesev plecsni van rajta, az a PKP kargónak a vektronja, ezek beszoktak járni hozzánk. Aztán, ami még itt van, az a VLABM típusú bordázott falu orosz, illetve szovjet vasutaknak a hálókocsi. Egy ked rajzot találunk még csak róla. negyedik korszakos kivitelbe 66 euróért ígéri a gyártó ezt a járművet. Biztos vagyok benne, hogy legalább olyan vagy még jobb minőségű is lesz így a látottak alapján, mint a Tillik kocsi. Aztán végre nem csak szedben lehet majd megvásárolni az Eurofima kocsikat az öbb től ugye ezek a Folusek dizájnos flacs kocsik, egy első osztály, illetve egy másodosztály a Deutsche Bahn vonalon a BPMZ típusú kocsiból is fog kijönni egy olyan verzió, ami a Magyarországra bejárós például a Liszt-Ferenc Eurocity-be megtalálható volt. További teherkocsik tekintetében egy a külföldi vasúttársaságoktól is elég sok olyan került most be az újdonságkatalógusba, amiket nap mint nap akár láthatunk itt a hazai vonalakon. katix es kocsik, CD kargós kocsik, ZSSK kargós járművek, igazándiból itt nem is nagyon mennék bele a részletekbe. A az ember tetszése szerint tud ezekből mazsolázni, attól függően, hogy milyen vonatot szeretne összerakni. Ezek mellett a dolgok mellett természetesen még a tavalyi évről, ahogy látom, bentartották a nagy katalógusokba a két mávos tartszettet, ugye a Taurusost és a Traxos tartszettet, illetve a V43-as az, ami még továbbra is ugye ott van a katalógusban, ugye idén már nem jelent meg, volt némi csúszás úgy tudom, hogy a mozdony lemérésével kapcsolatban, Jövő nyára van ígérve a honlapjukon, remélhetőleg most a tavasz folyamán majd kapunk információkat, akár képeket is arról, hogy hogy áll esetleg a gyártása, de hát erről nem tett le a gyártó, erről a, erről a mozdonyról. Meglátjuk, hogy majd mi, mi lesz és mikor fogjuk őt is a kezünkbe kapni végre. Nagyjából ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek.